Számos rákosmenti család életét érintő változásról született döntés április 23-án. Horváth Tamás polgármester megállapodást kötött dr. Fekete Ildikóval, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatójával, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő edzőtéri ingatlant a tankerület részére 3 évre térítésmentesen használatba adja, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése céljából. Az egyezménnyel mintegy 30 autizmus spektrum zavarral élő óvodás és általános iskolás gyermek kap egy új esélyt a fejlődésre. Április 23-án Horváth Tamás polgármester, dr. György Ruzsa Ágnes jegyző, dr. Fekete Ildikó a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatója, valamint Tabajdi Zsolt, a Gyurkovics Tibor óvoda, általános iskola és egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény vezetője aláírta azt a megállapodást, mely egy másfél éve fennálló problémára nyújt megoldást. Körülbelül másfél évvel ezelőtt indult el ez a folyamat, amikor szembesült a tankerületi központunk azzal, hogy milyen mértékben nőtt az autizmus spektrum zavarral küzdő gyerekek, az autista gyerekek és az egyéb speciális nevelési oktatási feladatellátást igénylő gyermekeknek a létszáma. Akkor kezdtünk tárgyalásokba az önkormányzattal, hogy a tankerületi központ rendelkezésére álló épületállomány nem megfelelő ahhoz, hogy több csoportot el tudjunk helyezni. Rákosmente város vezetése felkarolta az ügyet, melynek eredményeként a tankerületi központ 3 évre térítésmentesen használatba vehet egy olyan önkormányzati tulajdonú épületegyüttest, ahol megoldható több autizmussal élő óvodás és általános iskolás csoport elhelyezése. Az edzőtéren található ez az épület, amit most megkapunk, és 3 osztályt tudunk ott elhelyezni. Ebben a 3 osztályban, ha ilyen 10 fővel számolunk, akkor azt jelenti, hogy 30 gyerekkel többet mindenképpen el tudunk helyezni. És nyilván kidolgozzunk egy további elképzelést arra vonatkozóan, hogy 3 év után, amikor ez a bérlemény már, vagy amit most hasznosításba kaptunk, nem a miénk lesz, akkor hogy tudjuk úgy bővíteni a Gyurkovics iskolának az épület együttesét, hogy hosszú távra ott egy komoly centrumot tudjunk kialakítani, amely ezzel a probléma kérdéskörrel foglalkozik. Dr. Fekete Ildikó kiemelte, az elkövetkezendő 3 év lehetőséget nyújt arra is, hogy az érintett pedagógusok és szakértők megfelelő módon kidolgozhassák a bővítés részleteit. Horváth Tamás polgármester szerint a jelenlegi egyességgel 2 problémát sikerült megoldani. Visszamennék kicsit talán az időben, azt látjuk mi is az óvodai rendszerben, hogy a sajátos nevelést igénylő gyermekeknek a száma folyamatosan nő. Ezért a mi intézményeinkben is problémák merültek fel ezzel kapcsolatosan, hogy ezeket a gyermekeket milyen módon tudjuk megfelelő módon bevonni az oktatásba, az intézményi rendszerbe. És ennek egyik első lépcső már megtörtént az óvodai alapító okiratok átalakításával, hiszen döntöttünk abban, hogy az óvodáinknál bővítjük ezt a kört, tehát több óvoda fog tudni ellátni ilyen nevelési irány. Mindemellett az új együttműködés azon gyermekek fejlesztéséhez biztosít teret, akik sajátos nevelési igényük által nem integrálhatóak. Tabajdi Zsolt intézményvezető üdvözölte Rákosmente önkormányzatának felajánlását. Az évek óta azt kell, hogy mondjam, hogy kinőttük a naplásúti épületet. Szűkek a falak, mondhatom így is. Nagyon kis alapterületű termekben dolgoztak a kollégák a gyerekekkel. Úgyhogy ez most egy fellélegzés. 3 osztályt, 3 csoportot tudunk elhelyezni ebben az új épületben, így egy kicsit tágasabban leszünk, és bízunk benne, hogy a tankerület tervei szerint ez a 3 év egy felkészülés arra, hogy ezt a naplásúti épületet tudjuk bővíteni. Az intézményvezető elmondta, bár a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzetből adódóan, az intézményben pillanatnyilag ügyeleti rendszer működik, a pedagógusok online formában tartják a kapcsolatot a növendékekkel és a szülőkkel. Mi speciális iskola vagyunk, ugye a gyerekeinknek az ellátásában egészen másként működik ez a digitális oktatás, talán mondhatom úgy, hogy mint a többségi iskolákban. Nekünk itt elsősorban a tananyagon kívül a szülőknek kell olyan támogatást nyújtani, hogy ők otthon meg tudják oldani a gyerekeikkel azokat a feladatokat, azokat a gyakorlatokat, amik szükségesek az ő fejlesztésükhöz. Csak úgy, mint a Gyurkovics óvodában és általános iskolában, jelenleg az összes rákosmenti gyermeknevelő és oktatási intézményben ügyeleti rendszer működik. Így abban az esetben, ha egy szülő nem tudja megoldani gyermekének felügyeletét és igénybe venni a szolgáltatást, a kisgyermeknevelőknél, valamint a pedagógusoknál jelezheti szándékát.